Üdvözöljük a nézőket! Kardoskútról indultunk el, Csomorkányi úton. A célpontunk, legfőbb célpontunk a kardoskúti két kilátó lesz, és hát közben majd egy-két helyen meg fogunk még állni. Tehát Csomorkányi úton végig autózva, vagy akár biciklizve, egy igazán különleges élmény, mert tényleg egy érintetlen hős pusztaság. Művelik a földeket természetesen, de valahogy nem hagyott úgy nyomot a 20.-21. század ezen a területen. Sok a tanya, sok a földműves, a gazdaság. Reményeink szerint, ha az eső nem tett kárt nagyon az útba, akkor az utakba, akkor letérünk azért a betonról is majd. Sőt, úgy tudom, Attila készül egy meglepetéssel, hiszen lebeszélt valamit a kardoskutiakkal. Van ott egy randevunk 3 órakor. Így van, de ezt majd a későbbiekben fogjátok látni. Na, tartsatok velünk! Az első nagyobb település a Csomorkányi úton. Ezt mindig szerettem látni, hogy itt volt azért a TSZ, gondoskodott a gyerekekről, és még megtalálható néhány játék a régi játszótérből. És egy sorház. Jobbra is balra. Az egyetlen hely a Csomorkányi úton, ami régi kosztümös filmekbe illő terület. Gyere, menjünk közelebb, nézzük meg. Két oldal öreg gesztenyefák vannak, és a gesztenye sor végén van egy kapu bejáró. Mint az ember látja, hogy hazaér a földes úr, és egy hintóval gyakorlatilag behajt a birtokára. Ami sajnos nem tudunk bemenni, de érdemes megállni, mert egészen fantasztikus hely. Tehát már pár kilométert ugye elhagytuk Vásárhelyt, de igazándiból, mintha bodzási úton lennénk, ugyanis nagyon sok helyen bodza van a út mentén, gyakorlatilag 10 méterenként lehet leszedni. Egyébként az az érdekes a bodzási útból, hogy szerintem már nem is annyira jellemző rá a bodza, mint inkább a faeper. Tehát én például a bodzási úton faepre gyűjtöttem pálinkát, főztem belőle néhány évvel ezelőtt. Úgyhogy lehet, hogy nevet kéne változtatnunk, a Csomorkányi út lehetne a bodzási út, a bodzási út pedig faeper út, vagy eper út. Megálltunk ki a halmon, ahol az első világháborús hősök emlékére áll. Elérkeztünk a Kútvölgyi ellágozáshoz. Itt, hogyha a Csomorkány út, illetve Vásárhely irányából érkezünk, akkor balra kanyarodva szerintem nincs egy kilométerre se ide Kútvölgy. Lenne ott is látnivaló, csak sajnos nem tudunk bejutni a régi szanatórium, ami nagyon izgalmas lenne. Folytatjuk az utat a Csomorkányi ramptemplomhoz. Alig tettünk meg egyébként 6-7 kilométer, de már két nagy záporon túl vagyunk. Reméljük, hogy be fogunk tudni jutni azon a földúton a templomhoz.
Itt vagyunk a Mátyáshalmi volt általános iskolánál. Sajnos csúnyán eljárt felette az idő, vagy a vandálok keze munkája, nem tudni, de az ablakok gyakorlatilag megszűntek létezni, funkciójukat teljesen elvesztették. Hatalmas gaz uralja a területet, ott sincsenek már ajtók. Hát, pedig még menthető lenne, határozottan állítható. De hát, úgy tűnik nincs gazdája. Ahogy letérünk a Csomorkányi útról a templom felé vezető útra, rögtön kész felől egy 50-60 méter után van egy tanya. Mennyit őzök? Hihetetlen. És rendszeresen kiszaladnak a kutyák, úgyhogy aki biciklivel érkezik, az gyakorlatilag a kereszteződéstől amilyen gyorsan csak tud, kezdjen el tekerni, mert könnyen leszedik a kutyák a bicikliről. Illetve vigyázni kell a gazdabácsival is, aki a tanyában van, mert nagyon szeret kiabálni, hogy mi mit keresünk. Ez közterület, úgyhogy itt bele kell húzni 60-nal a biciklivel, eljönni a tanya előtt, és utána lehet gyönyörködni a tájba. Ennyi. Viszont nem volt sáraz úton. Nagy szerencsénkre, mert már össze volt záporunk is. Most a szeretet számol egyébként ajánlható akár kerékpárra, egy külön túraként is ez a templomrom. Igaz, hogy kb. Két, nem is kettő inkább van, ez 3 kilométeres földutat vállalni kell. Ellenben találkozhatunk akár őzekkel, nyilakkal, illetve egyéb a tájra jellemző madarakkal, főleg a szép óvatosan közlekedünk. Illetve lehet itt szalonnát is sütni. Van szalonnasütőhely, van egy minimalista kilátó, az viszont szerintem nagyon is veszélyes, tehát baromi meredek, betonból van, korlát gyakorlatilag egy-két helyen el se érhető. De mondom, ez egy nagyon szakrális, ez egy nagyon szép hely, vigyázni kell rá. Érdemes ide kitérőt tenni, ha kirándulni vagy kikapcsolódni szeretnénk, ott előttük éppen hajtják ki a piát. A távolban. Sajnos a kamerával nem tudnánk szerintem fölvenni. Úgyhogy gyertek! Egyébként van itt egy nyugágy is. Valaki itt hagyta az előbb. Itt hagyta. És lehet, hogy azért, hogy más is használhassa a kijön és pihenni szeretne. Ha csak nemes egyszerűséggel nem akarja még egyszer cipelni, és úgy van vele, hogy tehát a legközelebb akkor már itt a nyugalom szegletén otthonosan érezheti magát. És ha egy mód van rá, megharcoljátok tele a téglákat nevekkel, dátumokkal. Tele van, borzasztó. Ezt sose értettem, miért kell ezt csinálni. Itt maradjon meg a fejében, és akkor én. Néhány perc múlva megérkezünk Kalkoskútra. Gyakorlatilag percek óta egy nemzeti park területén autózunk. Itt egy nagy kilátó, és megyek. Olyan rossz az út, hogy szerintem Vásárhelyen a Rárosi úthoz hasonlítható. De ami fantasztikus mesebelivé teszi a dolgot, hogy itt minden kátyúba verebek, rigók, fácánok, meg mindenféle madarak fürdőznek. Úgyhogy aki félti az autóját, innen már szerintem gyalog vagy biciklivel közelítse meg a helyet.
Mindjárt. Tökkel legyen, az csodál. Hát, ha nem megy el. Ja. Szia, baba, hogy vagy? Körösboros Nemzeti Parkos túránkat lassacskán lezárjuk. Itt a végén elkapott egy kis zápor minket, így most csak az autóból fogunk elköszönni. Szerencsére a park területén kegyes volt hozzánk az idő, így a magyar szürke marhákat is közelebbről személyre tudtuk venni, amelyre mindenkinek lehetősége van, viszont be kell jelentkezni előre. Tehát látogatót csak így fognak fogadni. 15 főig. És maximum 15 főig, igen. Igen. A múzeumban nem tudtunk kerülni, sajnos szintén a korlátozások miatt. Közben itt a nyuszikai túrának mondtok karszembe. Arra édes, ilyen közel iszik a tócsába, mindjárt lejutottam. Ott van a nyuszi. És picike. Jó, tehát elkapott minket, igen, az eső, eléggé rossz idő lett, és hideg is. Most már dörög az ég, és letámasztom. Itt jó, le akartam fotózni, hogy visz időközben annyira közel eljött, hogy már nem tudtam lefotózni. Majd aranyos, nagyon tényleg tekéles, ilyen közelre nem láttam, még vagy nyolat. Na. Tartsatok velünk legközelebb is, vannak már terveink, beszéltük esetleg a Rárosi út környékét, Tompahátot, lovakat mutogatni, ugye, mert ott azért van sok ló. Egyszer még egy pillanatra közbeszólnék, ha lehet annyi, hogy hát, ha esetleg van nektek is ötletetek, akkor nyilván örömmel várjuk, hogy vajon mit mutassunk be legközelebb. Tiszára megyünk, de megvárjuk azért a jó időt. Tehát, hogyha ha már elmegyünk a Tiszára, akkor fürödjünk is. Úgyhogy nincsen elfelejtve, de egy kicsit melegedjen a víz. Na. Hosszátok, szorozzátok. Sziasztok. És tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok. Sziasztok.